sziasztok! Itt vagyunk a Fogasházban a Backpacker.hu szerzőjével, Vig Borival, egy igazi világutazóval. Szia, Bori! Hello, szia, Kitty! Na, Bori, mesélj nekünk arról, hogy mi ez a backpacker életmód. Igazából a backpacker életmód az azt jelenti, hogy úgy utazni, hogy nem előre foglalok le magamnak semmit. Gyakorlatilag repényeket szoktam talán lefoglalni egy-két hónappal korábban, és ahogy megérkezem egy városban, felveszem a hátamra a hátizsákot, szerzek magamnak egy szállást, és addig maradok, amíg kedvem tartja, és oda megyek, ahova éppen a szél fúj. Akkor nincsenek előre megtervezett úti célok igazából? Hát itt nagyjából régió megvan, hogy a fejemben, hogy merre felé szeretnék mikor menni. Ugye ezeket érdemes egy kicsit megnézni, hogy éppen monsoon seasonba megyek-e oda vagy sem. Előfordult már az, hogy kicsit ezt így elnéztem, és nyaralni mentem volna, de éppen szakadó eső volt, és 12 fok. Úgyhogy nyilván ez megvan az elején, hogy merre felé megyek, és onnantól kezdve nem igazán van meg, hogy mit fogok látni, vagy hogy merre megyek, igen. És hol mindenhol jártál már eddig? Hát 55 országban voltam, úgyhogy kicsit nehéz ezt így végigsorolni. Akkor hol nem jártál még? Van egy ilyen kaparós térképem, amin lehet látni, hogy hol voltam, meg hol nem. És ez az 55 ország soknak tűnik, de ez még mindig csak a 25%-a a világnak, úgyhogy még azért van előttem egy kis út. Mikor döntötted el, hogy így fogsz élni? Az egyik ilyen 3 hetes úton jöttem rá arra, hogy engem nagyon feszély ez az, hogy van egy visszajegyem. És akkor emiatt ugye nagyon gyorsan kell utaznom, és mindent látni akarok 3 hét alatt, amit nyilván lehetetlen, úgyhogy az az utam egyébként pont Indonéziába vezetett, és akkor az volt, hogy minden reggel felkeltem a szállásra, a reggelizés után megszerveztem az utamat, körbenéztem mondjuk egy 2-3 órába, aztán felültem a következő buszra és mentem tovább. Úgyhogy kicsit lassulni szerettem volna. És akkor 2014-ben terveztem meg ezt a fajta életvitelt, amit most élek. És 2015. január 12-én indultam el. Felmondtam az albéletemet, felmondtam az állásomban. Gyakorlatilag felszámoltam az egész itthoni életemet, és digitális nomád lettem. Nyilván pincér nem lehet digitális nomád, de nagyon-nagyon sok olyan munka van, amit lehet útközben is csinálni. Programozástól kezdve a virtuális asszisztens munkán át a social médiáig. Mik azok a legnagyobb kérdések, vagy legnagyobb félelmek, amiket így általában felhoznak azok, akik először találkoznak ezzel a dologgal? Volt azért egy-két ilyen nehéz kihívás. Indiába egyedül utazni nőként azért az egy meredek sztori. És egyébként Dél-Amerikában is, tehát Ecuadorban is volt egy nehéz szituáció, amikor ültem egy buszra, és rám sötétedett, eltévedtem, és nagyon sokan a buszon érdeklődtek a családi állapotom felől, meg hogy kaptam egy-két ajánlatot, és hát ott nagyon féltem, mert ott nem láttam a megoldást. Majd végül egy helyi lány észrevette, hogy ott vagyok egyedül, és meghívott magához, és befogadott az éjszakára. Ahhoz képest, ahogy elkezdtem utazni, ahhoz képest egyre jobban szigorítom a szabályaimat, hogy hogyan utazom, és mert tényleg komoly szabályrendszerem van, tehát nem stoppolunk egyedül nőként. Couchsurfinget nagyon-nagyon óvatosan, nagyon elővigyázatosan tudom már csak ajánlani, sajnos, mert egyébként egy tök jó kezdeményezés, de ma már nagyon sokan félreértik a jellegét ennek a szolgáltatásnak, vagy ennek a közösségnek. Hát elsősorban ugye a megjegyzésekre nagyon oda kell figyelni, szóval ezt szoktuk általában. Biztos nem lesz semmi baj, de hogyha valakivel valamivel kapcsolatban van egy rossz érzésed, akkor ezt valószínűleg nem feltétlenül kell utána járni, hogy most igazad van-e vagy sem. Tehát én ilyenkor mindig azt mondom, hogy hátraarc, és ne féljünk segítséget kérni. Tehát azonnal kiabálni hangosan, és hát egy kis önvédelem se árt egyébként, de ez már tényleg az ilyen legutolsó eset, és ezt nekem szerencsére soha nem kellett alkalmaznom. És mi motivál? Kíváncsiság. Én úgy érzem, hogy itt Európában egy ilyen kis buborékban élünk, és azt gondoljuk, hogy ez a világ, és tök jó, hogy nem. Tehát nagyon sokat lehet tanulni külföldön. És amikor most külföldet mondom, akkor most nem az Európában lévő külföldet, hanem hogy akár Új-Zélandon is tök sok érdekesség van, és nem csak kultúráról, hanem viselkedésről, és egy saját magunkról. Tehát egy elég erős önismeret van, amikor az ember így elmegy utazni. Mit gondolsz, lesz egy olyan pillanat, amikor azt fogod mondani, hogy nem utazom többet?
Nem tudok erre válaszolni, mert most éppen pont tök jól vagyok Budapesten, és képzeld, hogy Nicaraguában voltam december-január környékén, és minden reggel arra keltem föl, hogy így valami égető vágyat éreztem, hogy megnézem a budapesti albérleteket, és akkor úgy leesett, hogy én nekem most egy kicsit otthonra van szükségem, úgyhogy 2,5 év után elfáradtam. Úgyhogy most van egy albérletem, kis konyha, főzőcskézek, és nagyon boldog vagyok ettől, és már teljesen más, hogy képzelem a következő utazásokat. Azt nem hiszem, hogy egyszer csak azt mondom, hogy soha többé nem megyek sehova. Azt viszont, hogy ezt ki lehet magadból élni, ilyen nagyon drasztikus módszerrel, mint hogy én csináltam 2,5 évig, azt viszont szerencsére állítom. Ez egy tök jó dolog, mert nem tartom egészségesnek azt, hogyha folyamatosan rohangálunk, és semmi rendszer nincs az életünkben, és semmi gyökér nincs az életünkben, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt így most már azt gondolom, hogy egy egészséges életformára tudtam átalakítani, egy otthonnal. Igen. És miket teszel, hogyha elmész egy ilyen helyre? Ugye nem tudod bebiztosítani magadnak azt, hát hogy... Hát igen. Mondjuk zöldséggyümölcs mindenhol van. Uh-huh. Az igazság, hogy ez a Nicaragua, Honduras környékén nagyon sokan ezt az úgynevezett gallo pinto teszik, ami rizs és bab. Uh-huh. De ezt úgy kell elképzelni, hogy reggeli ebéd vacsora. Uh-huh. És én nem értem, hogy miért nem unják meg, és ezt minden utazó mondja, aki egyszer oda elvehet, hogy ez hogy... És nem csak Nicaragua, Kolumbia, Ecuador ugyanez. Úgyhogy nagyon... azt teszem, ami van. Dominikán mondjuk szép nagy avokádok voltak, úgyhogy lehetett abból salátát is csinálni. Tehát tényleg országtól függ. Indiában mondjuk, hogyha elmegy az ember, akkor ezzel nincsen probléma. Tehát ott olyan iszonyatosan finom ételek vannak, hogy... Én voltam az egyetlen, aki nem lefogyott Indiában, nem felszedtem pár kilót, de hát ez a nagyon jó kajának köszönhető. Sok sikert kívánunk mind az életben, mind az utazásokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Ladies, little games, acting all okay, today.